e tiszta forma. Nem tudom, ti hogy vettük, nekem a motto mondhatni, úgyis a minél nagyobb, annál jobb. És nem turbós! Sziasztok! És üdvözöllek egy újabb videóba! Na hát igen, hát ez kicsit érdekes, ugye nem az én autóm van a videóba. Mint ahogy elmondhattam az előző kettő videóba, ugye igen, hogy vagy ezelőtt kettővel, vagy az mindegy, nem is lényeges. Nézd meg! Mint ahogy elmondtam, ugye sikerült erről a kettőre fellépni, és nagyon jó, és nagyon vagány. És itt is van az első projekt autó, amit be fogok nektek úgymond mutatni, hogy akkor mi is fog történni vele. Mint ahogy elmondtam, volt ugye megtaláltuk ugyanazokkal a dolgokkal, programírástól elkezdve, ugyanaz lesz, mint nyáron, amit csináltam volt több autónál is. Tehát ezen is lesz coolerezés, turbófelrakás, sőt, porlasztók is lesznek ennek az autónak belétéve. Ugye egy PD, BLS motorkódról beszélgettünk, fog kerülni egy 1756 Rea, ami egy újabb generációs, tehát direkt úgy van már megcsinálva, vagy V-bendel van megcsinálva, ami mi is jó benne? Az, hogy nagyon gyorsan fel tudja majd tölteni, és körülbelül egy olyan 250 lovat fogunk a kicsi 5-ös Golfból kihozni. Igen, itt vannak érdekességek vele, vissza fog kerülni egy másik lökhárítóra, kell egy kicsit kipucolni a motorterát, stb. De időközben majd fogok mesélni. Igen, ott van az Audi is. És a héten ebben fogok foglalatoskodni a kollégámmal Lehellel, és lassan állunk neki, veszük le a lököst, nézzük meg, hogy pontosan mi van, ami ennél az autónál fog történni, hogy kap egy Kevlar kuplungot, kap egy 1756-ot, mondtam. Tehát mondhassuk úgy is, hogy újabb generációs, második generációs 1756. Szépen kap firadokat, teljesen ugye leszedjük a motorot, az olajfolyásokat, megoldjuk neki, és coolerrendszert, hát mivel, hogy ilyen jó nagy háj van, tömi valószínű, hogy egy ilyen 550x220-as, vagy 230-as coolerrel, és attól a 3-as rendszerrel pont jó lesz. Egy jó programra, és hogyha minden jól megy, akkor még a videóba sikeresen el fogok érni oda, hogy méressem is le, hogy papírok is legyenek. Azon vagyok, igen, hogy legyen meg nekem is, és addig ugyanúgy el fogok menni a VRT-hez, és ők padon majd lemérik, úgyhogy már nagyon várom. Szökjünk neki akkor az autónak, és tartsatok velem az átépítésében. Mielőtt nekiállnék bárminek, most így, ahogy reapillantottam, reafére jó motormosás, úgyhogy most nem előre fel volt rakva, és le is eresztettem, és menjünk és megmossuk a motrát. Meg kicsit mocskos. Ha 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 ha!
Itt van hát. Thank you.
Pértékbe! És hát igen, egy kicsi montóka és a sok videó mellé. Ide, ha bejövök, és ide lefordulok, akkor itt a turbó. Nem tudom megfogni. Na, nem is az. Szia, Rozi. Szóval, következik a helyzetek. S3-as intercooler lesz végül is, és azért maradtunk ennél a döntésnél, mert már rajta volt az autón, és én is így néztem, amikor lebeontottunk, hogy úristen, valaki már gondolkozott. Úgyhogy ennél jobb döntés nincs is, úgymond abból a szempontból, hogy akkor nem kell faricskálni jobbra-balra, elé-hátra, fel-le, mindenfelé a lökhárítót és mindent. Úgyhogy az az S3-as intercooler, úgymond, ami gyári helyre, cup, plug and play belé megy, az marad full alumínium és pont akkora, mint az egész autó eleje. Úgyhogy az egy nagyon jó döntés. Most azon a részen vagyunk, hogy le fogunk jönni végül is a turbóról innen egy, úgymond egy csökkentővel, egy 51-ről 66, vagyis 63-ról 51-re, és 90, és már direkt benne vagyunk, ami nagyon-nagyon tökéletes lesz. A másik felén még gondolkozunk, ott egy 90-et felraktunk, de viszont a felső felétől elkezdve minden az még érdekes lesz, mert nem úgy lesz felmérve, mint egy 4-es Golfnál, hanem kicsit kásább hely is van. Az egyik, a másik meg, hogy lássuk, hogy férjen el mindentől az olajnívó palcától is kényelmesen, és fent is legyen jól nézen ki, mármint, hogy fent is szépen és jól is nézen ki. Úgyhogy körülbelül ennyi. Megérkezett közben a kuplung is az autónak, úgyhogy most egy kicsit szorakozzunk a cooler felével, állunk vágni, heggeszteni, tenni, venni jobbra-balra mindent fel le, és utána majd a kuplung belé, program, dyno, és készen is vagyunk. Igen, nagyon sok részt nem videóztam, de viszont amit tudni kell róla, tiszta vonatúj ARL, vagy RLE, vagy mindenki, hogy szereti, úgy mondja. Vezérműtengelyt kapott, új sikokkal, új csavarokkal, úgy, ahogy illik. Nem is már nem megmutatni, hogy nézett ki a másik, de ez így most pontosan kellett neki. Úgyhogy a felső fele annyival van, a porlasztók már benne vannak, minden a helyén van, úgyhogy már csak a cooler kell, és a kuplung, és a program, és a dyno. Az, ami eléggé jól haladtunk vele. Úgyhogy folytassuk a munkát. És igen, hát kikerült szegény, kiraktuk száradni az esőre, viccelek. Mindenféleképp jövő héten folytassuk tovább. Hétvégére kiraktuk pihenni, mert voltak apró külön bajok, amiket alkatrészt kell még várjunk, úgyhogy csak jövő hétre kiraktuk pihenni, kicsit megnexes, nem is probléma, mindenféleképp ne felejtsátok feliratkozni, lájkolni, kommentelni, hozd meg egy-egy ismerősöddel, hogy ő is láss, hogy mivel foglalatoskodom, és találkozunk ával az autóval jövő héten, kellemes hétvégét, sziasztok!